Egy héttel a nevezési határidő vége előtt már 17 csapat jelentkezett a második nyírségi disznótoros fesztivállal egybekötött 18. nemzetközi böllérversenyre. A fesztiválon 24 mangalicát vágnak majd le, amelyekből mintegy 2 tonnányi ételt is készítenek. A résztvevő csapatoknak 200-200 adag kóstolót kell biztosítaniuk a versenyre kilátogatók számára, akik akár már reggel 7:30-tól követhetik az eseményeket a disznók leölésével. Ami újdonság most, hogy úgymond kötelezővé lett téve a csapatok számára az, hogy 200 adagot kóstoltatni kell a közönséggel, kóstolójegy ellenében természetesen. Itt, hogyha ezt a számot felszorozzuk, tehát a 17x200 már az is önmagában egy nagy adag, de várhatóan egy ilyen 10 000 adag az, amivel készülünk a közönség részére, tehát azt tudjuk garantálni, hogy én senkinek nem kell hazamenni, és ne tudja megkóstolni a disznótoros termékeket. Amennyiben rossz lesz az idő, úgy 2x400 négyzetméternyi sátorban dolgozzák fel a mangalicákat, tette hozzá Támba Miklós főszervező a fesztivál sajtótájékoztatóján. Úrik Attila, Nyíregyháza alpolgármestere azt is elmondta, hogy a város külön buszjáratokkal készül a hétvégi eseményre. A tavalyiból kiindulva azt gondoltuk, hogy mindenféleképpen több buszjáratra van szükség ahhoz, hogy azok az emberek, akik nem saját autóval szeretnének kijutni a Sóstóra, a Mozonfaluba, azt megtehessék. Éppen ezért megbeszéltük a Volánnal, és Nyíregyháza saját költségén ingyenes buszjáratokat fog indítani ki a Sóstóra. Hogy nézzék, figyeljék az utazók azt, hogy a Böllér Fesztiválnak a különjáratos része legyen ezekre a buszokra felírva, mert vannak, vagy indulnak menetrendszerinti járatok is, amelyek díjkötelesek. A mi különjárataink összesen 4 helyen fognak megállni, maga az állomáson, a Kossuth utca 9 szám alatt, hogy a körút és a Kossuth utcának az elején, illetve Nyíregyházának a végén, a Sóstóti kórháznál, ott a visszafordító környékén lesz még a buszoknak egy megálló, meg a végcélba. A fesztiválra 500 forintért váltható belépő és kóstolójegy, a helyszínen térképek segítik majd az eligazodást, és melegedőhelyek is várják a látogatókat. Délelőtt 10 órától este 6 óráig folyamatosan színpadi produkciók várják a vendégeket, akik pedig hivatalos ügyet szeretnének intézni, a járási kormányhivatal mobil buszában ezt is megtehetik a fesztivál ideje alatt.